Ho-ho-ho! Sziasztok! Sziasztok, gyerekek, én Dond vagyok. És itt lennék egy újabb videóval, amiben most csoki pénzt fogok enni. Szóval kaptam csoki pénzt. Itt. Eurókat. 10 euró mindig jó. Szóval most eurót fogok enni. Szétjön, várjátok egy picit. Most ez mindegy. Jaj. Ott egy eurós. Na és tök jól kivannak alakítva. Mondjuk itt egy 200 eurós. Én még nem láttam. Vagy hogy mutassam. Így se jobb. Na jó, mindegy. Ez vagy egy 200 eurós. És ugye amúgy Mikolás sapka rajtam. Szóval most egy 200 eurós megeszek. És kibontom. Itt a csuki. Tök jók ezek a csuki pénzek amúgy, mert a külső is jól meg van csinálva, meg ami benne van, csak is finom. Amúgy tényleg a külső az nagyon jól meg van csinálva. Tudom, hogy játszolok. Szóval látom magam. Jó, és tök jól meg van csinálva. Ausztriának az a... Na. Szóval, akkor most végül is kézbe venném a kamerát. És megmutatnám. Itt van az összes csoki. Szóval van 10 eurócentes. Szintesen jól meg van csinálva. Hát, és ugye, amilyen normális pénzeken szokott lenni, az van a hátulján. Itt az 50 eurócentes. Azon ez van. Eurócent, nem euró. Na, és ez az 1 eurós. Ennek hát ilyen ugye Ausztriának az a madár van. A 2 eurós, ennek hát olyan ilyen... Ez egy iránytű? Nem tudom. Most úgy, mert én nem ismerem annyira. 2 euró. Akkor itt van a 10 euró. Ennek hát ilyen ugyanaz van. Az 50 eurós. Már ugye ez már papírpénz lenne, ha nem lenne csoki. A 100 eurós, és akkor az előbb látott 200 eurós, ami nem tudom, van-e. Még egy. Hát, sajnos az a baj, hogy nincs. Szóval ennek így mutatom. Ez is teljesen jól ki van dolgozva. Ez már ugye föl van bontva. Na, én ennyit szerettem volna megmutatni. Ezeket a jó kis csoki pénzeket. Amik tök finomak. Most hát itt van. Szóval, csoki pénzevés volt itt az előbb. Meg a csoki pénz. Na,
So, war das jetzt wieder? Weil ich will. Au, ich muss den Namen. Und ich zu tut ja. Und ich esse aber Tuki. Nominell. So, So, was ist denn, jo? Tuki. Auro. So, war. Und jetzt hat er wieder ohne mit drei Like und ich vier Kurse doch für. Ich ne vielleicht wieder gar mellette megnyomni a csengőt is, mert akkor megkaptok minden értesítést, amit én feltöltök a YouTube-ra, minden videóról értesítést kaptok. Szóval, sziasztok!